A Ferencváros formáját nézzük, akkor zsinórban 4 mérkőzésen aratott győzelmek, ebben benne van a kupameccs is az Újpest ellen, plusz 3 bajnoki, a BE a gárdája pedig most zsinórban 2 mereséggel áll bele ebbe az összecsapásba, és akkor kezdődik a mérkőzés. Fehér szerelésben a Ferencváros. Hozzak ki a palánk mellől a korongot, átkerül a bal oldalra, Hrabához, ott egy beleérés, gól! Kesztila ért bele Hrabán lövésébe, és megszerzi a vezetést a Ferencváros. 1-0. Igazi, mondhatjuk, egy playoff találat volt. Ugye beszéltünk a távoli lövésekről, az első mérkőzés kapcsán mindenki nagyon fegyelmezetten védekezik, ilyenkor a távoli kékről lövésekkel lehet operálni, illetve forgalommal a kapu előtt. Itt tett a Ferencváros, Kesztila megszerezte a vezető találatát a Fradinak. Nagyon szép volt, ahogy kihozta onnan a palánk mellől a korongot, átforgatták viszonylag gyorsan a másik oldalra, innen tiszta lövőhelyzet, és ott a beleérés Kesztilától. Vezet a Ferencváros. Szép tiszta szerelés volt, és gyönyörű ez a korong kihozatal is. Átkerül Schleckmannhoz a jobb oldalra. Schleckmann tovább. Még egyet tovább, micsoda játék! Vikila! Gyönyörű játékot láthattunk, melynek a vége Vikila volt, illetve Arany, aki hárítani tudott ebben a nagyon szép akcióban. Komoly lehetőséget kreált most a BL. Vorobjov érkezett középen, ő tette még egyet tovább a korongot. Ezt a 3-2-t fantasztikusan megjátszotta a BL együttese. Arany azonban nagyot védett. Schleckmann is nagyon szépen használta ki azt a botláb közötti területet. Ferencváros védőinél Hrabánál. Nagyon szép akció volt. Ez így jó? Bizony, Demáka, szép csel. Jól is teszi tovább. Micsoda játék, és mi maradt ki megint? Azt a mindenit. Fergeteges játék volt. És ott volt Nagy Krisztián is. Lehet, hogy ő ért hozzá utoljára. Igazából mindegy. Nem. Vagy de. Igen. Egy újabb lehetőség. Vorobjov. Még egyszer az iménti lehetőség. Veszélyes volt ez. Közelről azért onnan már Molnár Bálintnak nem volt egyszerű dolga. Igen, de nagy sebességbe érkezett. Talán én még úgy is éreztem, hogy akár beúszhatná középre, hogy jobb szöget kapjon. Ennek a második sorok, Demáka. Vorobjov lő, kipattan Aranyról, ott van még Nagy Krisztián, beteszi középre, és abból születik meg az egyenlítés. Kettős ember előnyben a BIA egyenlít. Kihasználták az előttük adódó lehetőséget. Pont a felső lövés után akartam kritizálni, hogy igazán passz hiányzik, vagy keresztirányú mozgatás, de volt egy lövés, amiből a kipattanóból nagyon jól reagált a BIA. Kihasználta ezt. Valóha góljával egy-egy. Még egyszer a lövés, ami kipattan oldalra, és valahogy Nagy Krisztián még át tudta tenni, be tudta tenni oda középre a korongot. Elsőre nem találta el igazán jól, talán korcsolyával, de aztán fonákkal oda tudta passzolni Galohához. Egy-egy. Vorobjov. És középen jön Moser, gól! Pillanatok alatt megfordítja a meccset a BIA, és hogy ennyit számít egy kettős ember előny, ha ki tudod használni időben, marad még a szimpla, és ez alatt lehet lőni 2 gólt. Elképesztően gyors fordulat a mérkőzésben, de ahogy mondtad, nagyon hatékonyan kihasználta a lehetőséget a BIA. Itt láthatjuk, hogy megmozgatják a korongot, és van középre egy betörő játékos, ahol a Ferencváros védők nem tudják, hogy kit vegyenek föl. Ez egy nagyon szép akció volt. Nyilván Arany tehetetlen volt ez esetben, mert közelről jött ez a lövés. De hát a másik oldalon Fodor Szabolcsról is elmondható mindez. Mi
micsoda az lehetőség. Lesz, arany, óriási védés, és ez is megvan. Ritter fordult be a koronggal, nagyon szépen olvasta a lehetőséget, arany pedig parádés védést mutatott be a Ferencváros védekezésében, mert itt is egy ilyen váltás volt, ahol két ferencvárosi védekező ugrott egy BIA-s játékosra. Ritter ezt nagyon szépen olvasta, és nagyon kevésen múlott az, hogy és itt még az ismétlés is Lekmantól, ami hatalmas lehetőség, így maszkját találta el. Szabó lövése akadt el, Lekman, Szabó. Szép csel. Belül az utolsó percen, és milyen szögből! Ledermed Arany Gergely, Szabó a gólszerző. Hát, ha kupa elődönt, akkor lehet, hogy ez Szabó műfaja. Hú, hatalmas találatot szerzett Szabó, és egy nagyon jó cseré mutatott most itt be a BIA. Ritter Lekman magabiztosan tartotta a korongot, és egy gyönyörű csel után Szabó kilőtte a felső sarkot. Érdemes lesz visszanézni. Ez a túloldali kamera lehet árulkodó, hogyha meg lesz. Egy az egyben is. Lekman visszaadja a korongot, és kitámadnak Szabóra, aki talán Kulmalát verte meg egy az egyben ezzel a spinorámával. Berakta, és éles szögből azon a pici területen előtte. És hát ez a megmozdulás, ez abszolút csatárokat megszégyenítő a védőtől. Nagyon. Na lássuk. 13,3 másodperc, tehát Kestila elhozza a bulit a Ferencváros. Kestila jó lekiszít, és ott a lövés is, Bredi. Ez nagyon nagy helyzet volt. Nagy Krisztián a másik oldalon, Molnár. Ezt pedig blokkolják. Hát nagyon-nagyon jó második harmadon vagyunk túl, amelyben ugyancsak egy gól született itt az utolsó percben Szabó révén, de tényleg remek megmozdulások mindkét oldalon, rengeteg helyzettel, és bár most kettő gól a különbség, az biztos, hogy ez a találkozó még nem dőlt el. Egyikőjüknek sem volt az igazi. A port. Szép cső. Bizony, és aztán be is viszi a kapu elé. Gyönyörű egyéni megmozdulás. Óra 15 perc, 16 másodperc van még hátra, és két gólos hátrányban vannak, úgyhogy most elindul a egyfajta taktikázás, és ez egy gyönyörű egyéni megmozdulás volt, ahogy fantasztikus védés volt. Igen, behúzta a sok ember közé. Nagyon magabiztos a BIA kapusa. Igen, és kapott ugyan egy gól, de a meccs hőse, talán ő, Lekman! Na ez is meccslabda volt. Másik oldalon meg aranyt kell megdicsérjük. A kapusokra nincsen panasz, azt gondolom. Nem tud felszabadítani a védő. Onnan került a korongodas Lekman elé. És azt gondolom, hogy itt, akik most Káposztásmegyeren kilátogattak, vagy otthon, akik nézték ezt a találkozót, biztos, hogy jól szórakoztak ezen a találkozón. Nyilvánvaló abban az esetben nem, hogyha a Ferencvárosnak szurkoltak, hiszen nem sikerült a döntőbe jutása a Fradinak.